Mind a mellett, hogy most tényleg nehezebb a gazdasági helyzet, magasabbak a hitelkamatok, szerintem inkább ez, ez, ez fogja vissza a keresletet, nem pedig csak a, a puszta, az embereknek pusztán az a döntés, hogy most inkább várok és megvárom, amíg alacsonyabbak az ingatlanárak. Azzal lenné a kihívás, hogy megtalálják azokat az ingatlanokat, amiket tényleg el, el szeretne adni az eladó. Nem látjuk azt, hogy, hogy mi lesz az a pont, ami miatt majd ugrásszerűen megnőne a lakáspiaci kereslet, olyan szintet elérve, mint amit 2016 és 2021 között láttunk. Az elmúlt évek sláger befektetése egyértelműen az ingatlan volt, nem is véletlen, hiszen mind kamat tekintetében, mind pedig a kockázatmentességben nem volt vetétársa. A kedvezőtlen gazdasági hatások, a lakástámogatások visszaesése és a kamatok növekedése miatt a kereslet drasztikus csökkenésnek indult. De van egy kiút a mélypontról? Vagy egyáltalán ez már a mélypont? Erről beszélgetünk mai vendégemmel, Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Két hónappal ezelőtt ebben a stúdióban, még más környezetben azt mondtad, hogy a mélyponton vagyunk, innen már nincs lejjebb. Igazad volt? Ezt már az idő eldönti, de úgy látjuk, hogy ennél már tényleg nincsen lejjebb. Ez akár jó hír lehet, hiszen az élet számos törületén megtapasztaljuk azt, hogy azt mondjuk, hogy na, ennél már nincsen lejjebb, és a holnap, meg a holnap után ránk cáfol. Az ingatlan piacon viszont kialakult egy olyan új egyensúly, ami azt jelenti, hogy az a kereslet és a tranzakciók száma a 2021-es regionális csúcsponthoz képest nagyjából 40-50 százaléka alacsonyabb, mint akkor volt, és ennek az az oka, hogy nagyon sokan saját tulajdonban él, saját tulajdon ingatlanban laknak Magyarországon, ezért a legtöbb élethelyzet változás mind-mind ingatlan tranzakcióval jár együtt, és ez gazdasági helyzettől, kamatszinttől, lakástámogatásoktól függetlenül ez a 80 -100 000 transzakció akkor is végbe megy, hogyha piros hó esik az égből. Ez több dolgot is felvet kérdésként bennem. Egyrészt, hogy, hogyha ez a szint megmarad és állandó mondjuk az elmúlt évtized vagy évtizedekben, akkor ez azt jelenti, hogy a magyaroknak továbbra is az az álláspontja, hogy már pedig nekem ingatlan tulajdonnal kell rendelkeznem, hiszen tudjuk, hogy Nyugat-Európában ez, történelmileg nem így alakult. Tehát még mindig ragaszkodunk ahhoz, mi magyarok, hogy a saját tulajdonú ingatlanunkban lakjuk, vagy ez azért csökkenő tendenciát mutat? Van változás ebben a tekintetben? Úgy tűnik, hogy ez egy ördögi kör, mert hogyha nagyon sokan saját tulajdonú ingatlanban laknak, az azt eredményezi, hogy az élete vagyontárgya az ingatlan a legtöbb magyarnak. És hogyha a, az, ez, az, ez az élete vagyontárgya felújításra vagy upgrade-elésre szorul, nagyobbra van szükség, mert gyermek születik, vagy valamilyen extra forrásra van szükség az életünkben, akkor az ingatlan az, amihez hozzá tudunk nyúlni, és amin változtatni kell, viszont ezt a biztonságot, hogy a saját tulajdon ingatlanban lakjunk, nagyon nehezen adják föl, mert eleve így szocializálódtunk. Vannak regionális különbségek, tehát Budapesten az a 95-96 os arány, ami a saját tulajdonban élők arányát mutatja, vagy ez lehet, hogy most már 90-95 os az sokkal alacsonyabb, tehát Budapesten körül minden ötödik ember albérletben lakik a budapesti lakosok közül, tehát látszik, hogy a nagyvárosokban kisebb ez az arány, és szintén érdekes, hogy a nagyvárosokból elindult egy kiköltözési hullám, egyrészt a Külső város részekben, másrészt pedig az agglomerációs a pont a, magyar, a, a magas ingatlanárak miatt. A másik kérdés, amit felvetett az, hogy azt mondtad, hogy ez már elméletileg az alja, hogy akkor tévednek azok, akik kivárnak, és nem is arra spekulálnak, hanem a saját jól felfogott érdekükben azt gondolják, hogy várok még azzal az egyszobával nagyobb lakás vásárlással, lehet, hogy még az 3-4 millió csökkenni fog az a vételár, tendenciózusan, tehát nem egy konkrét ingatlanra gondolok. Erre már akkor nem lehet számítani? Az, hogy most mennyire járunk a lakáspiaci forgalom vagy a kereslet alján szerintem jól uh, szemlélteti, hogy augusztusban, amikor is ez az utolsó ilyen lezárt hónap, amiről beszélni tudunk, uh, a budapesti kereslet 3%-kal nőtt éves összevetésben, és ez azért nagy szó, mert éves, éves összevetésben kereslet növekedés nem nagyon fordult elő, szinte egy településtípusban sem. Ami viszont a kérdésedre adott válaszomat illeti, én mindig elcsodálkoztam azon, amikor uh, drasztikusan emelkedtek a lakására. Tehát éves szinten 20-25 kal drágultak az ingatlanok, és mindenki elhűlve szörnyűködött, hogy mennyire emelkednek a lakására, és mondták, hogy én nem most veszek ingatlant, amikor most drágul, hanem akkor, amikor már csökkenni fognak az árak. Ez nyilván már akkor is kérdéseket vetett föl, mert az áremelkedés mögött az a Húzódott meg leginkább, hogy csökkentek a kamatok. És hogyha néhány millió forinttal drágult egy ingatlan, akkor a legtöbb vevő maximum megvonta a vállát, és azt mondta, hogy akkor néhány millió forinttal több hitelt kell fölvenni. De amikor két-háromszázalékos piaci alapon felvett hitelek kamatairól beszéltünk, amik még kedvezőbbek voltak, mint az államilag támogatott háromszázalékos os csokhitel, akkor ez nem okozott akkora nagy terhet. Viszont az, hogy 20-25%-kal drágultak az ingatlanok, ez azt is jelentette, hogy néhány hónapos kivárás azt jelentette, hogy ugyanazt az ingatlant már milliókkal többért tudtam csak megvenni. Valaki felmerülhetett az realitásként, és ezzel nem bántani akarok senkit, hogy az az ingatlan, ami hirtelen 30 millió forinttal többbe kerül, akkor az majd vissza ugyanarra az ára, sőt, még kedvezőbb lesz. Hát, hát amikor arról beszélnek a mai inflációs környezetben, hogy hát semmi gond, mert most nagyon magas az éves infláció, de majd amikor egy számjegyű lesz, és kérdezem én, hogy attól senkinek nem lesz jobb, csak kevésbé rosszabb. Tehát maximum csökkenni tud az ingatlan áraknak a növekedése, vagy van egy kis kor visszakorrigálás, de így is ott tartunk, hogy egy 10 évvel ezelőtt 8 millió forintért vásárolt lakást 45 millió forintért árulnak, és nem csak hogy annyiért árulják, hanem el is kell. Pont ez, a, pont ez a dolognak a lényege, már csak azért is, mert azok az emberek, akik azt mondták, hogy kivárok, és csak akkor veszek majd, amikor csökkennek az árak, most azt látjuk, hogy csökkennek az árak, viszont még mindig vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy most nem veszek. Mert még várni még csökkenni fog. Hát, ha majd a mélypontra pontra és van egy mély ponton szeretnék venni. A probléma ezzel csak az, hogy, és ezt nem minősítésben mondom, és, és szerintem nagyon érthető emberi okok is megkúzódnak a mögött, hogy nagyon sokan most kívárnak, meg anyagi okok. De azért azt hozzá kell tenni, hogyha én tudomást szerzek, egyszerű laikus ingatlan vásárlóként arról, hogy már mélypontot pontot elértek az árak, és innentől kezdve már csak növekedés. Akkor ezt a befektetők már két napja tudják. Egyrészt, és valószínűleg nem elsőként, vagy másodikként, hanem inkább 15 ezredikként, vagy 25 ezredikként tudok sorban állni az eladó lakásokért. Minden mellett, hogy ezt az eladók szinte egy perc alatt rögtön beárazzák a, az árszintekbe, az eladó ingatlanok áraiba. Tehát mind a mellett, hogy most tényleg nehezebb a gazdasági helyzet, magasabbak a hitelkamatok, szerintem inkább ez, ez, ez fogja vissza a keresletet, nem pedig csak a, a puszta, az embereknek pusztán az a döntés, hogy most inkább várok és megvárom, amíg alacsonyabbak az ingatlanára, már csak azért sem, mert a alacsonyabb kereslet magasabb kínálati szinttel párosul, tehát kb. 30-40%-kal több ingatlanból tudnak most vásárolni a vevők, mint egy-két évvel ezelőtt, és ez ahhoz is vezet, hogy sokkal nagyobb a vevők alkupozíciója. Tehát az a néhá... Ez a való, bocsánat, hogy nem akarok vele vitatkozni, de ez valóban így van, mert én azt érzem, hogy az eladók egy jelentős része még nem realizálta azt, hogy azokat az eladási nehézségeket, amiket azért egy éve már tapasztaltunk, tehát egyrészt irrális, mondjuk egy évvel ezelőtt normálisnak gondolt árakat Adnak meg irányárként, vagy inkább azt mondom, hogy vágyott eladási járként, és arra számítanak, hogy percenként csörög a telefon, és licit háború lesz, és csodálkoznak, hogy 5-10 millió forintot kell csökkenteni az irányáron, és még akkor is csak ingatlanosak keresik őket. Ez, ez, ez egy tanulási folyamat minden eladó részére, vagy számára. Ezt tapasztaljuk, mert általában 15-20 évente kerülnek eladási helyzetbe a, a, a magyarok, és nyilván mindenki a lehetőleg magasabb áron szeretné értékesíteni. Ez természetes. Hát ez, ez egy olyan, most egy olyan hosszú tanulási folyamat, aminek az lehet az eredménye, hogy aki nem rugalmas, tehát nem, nem fogadja be a piaci realitásokat, az lehet, hogy nem fogja tudni eladni az ingatlanát, és szerintem a vevőknek most az a legnagyobb kihívása a piacon, hogy megtalálják azokat az ingatlanokat, a jó minőségű ingatlanokat, mert általában a vevők 70-80 a jó minőségű, felújított, újszerű ingatlanra érdeklődik. Tehát ez a szíve vágya minden vevőnek. Ismerve a lakásfelújítás folyamatait, ezen nem lepődünk meg. Így van, és az a lenni a kívás, hogy megtalálják azokat az ingatlanokat, amiket tényleg el, el szeretne adni az eladó. Tehát nem árulni szeretné, hanem, hanem eladni. eladni. Mert aki el szeretné adni, az belátja egyrészt azt, hogy a piaci most mások, mint az, ami néhány hónapja vagy néhány éve a fejünkben volt ideális eladási árként. Másrészt pedig, az, mivel ugye aki elad, az általában azért ad el, hogy utána abból a befolyó pénzből ő maga is vásároljon. Ezért sokan felismerik azt, hogy lehet, hogy én most egy nagyobb engedményt kell, hogy adjak az általam elképzelt árhoz képest, de azt az engedményt én vevőként ugyanúgy meg tudom nyerni a következő ingatlanon megvásárlásakor. És tulajdonképpen most kimondtad a legfontosabb dolgot, hogy Vajon miért számítanak a trendek azoknak, akik ingatlan eladásból vásárolnak ingatlant? Hiszen ha az a lakás, amit kinéztem drágul, akkor nagy valószínűséggel hasonló arányban drágul az én ingatlanom is. Nyilván vannak eltérések a, a lokáció miatt, nagyon sok paraméter miatt, hogy milyen arányban drágul, vagy, vagy csökken az ára egy-egy ingatlan típusnak. De hogy tulajdonképpen valahol ez egyensúlyban marad, és ahogy te mondtad, hogyha nálam nagyobb az alkú lehetőség, amikor én vagyok a vevő, akkor a másik oldalról ugyanúgy ezt meg kell tenni. Tehát igen, ez, ez egy nagyon furcsa dolog, és igazából most ti mit láttok az ingatlan.com-on? mert hogy, bocsánat, mert hogy mindenki lát valamit, hogy a barátom vesz egy lakást, én keresek, és ezeket tapasztalom, de ti piacvezetőként látjátok, hogy mik a trendek, hogy mik a számok, tulajdonképpen azon kívül, hogy végül mennyiért értékesítik a lakást, mert ugye ezt nem lehet tudni a ti felületeken, nem tudom, meg kell -e adni, vagy meg lehet -e adni utólag, hogy mennyiért adták el, de nem kötelességük meg elmondani. Ezen kívül elég sok fontos adatot és trendet láttok. Mi változott az elmúlt egy évben leginkább? Az elmúlt egy évben az változott, hogy beállt a piac egy új egyensúlyi szintre, ami sokkal kisebb, sokkal alacsonyabb fordulat számú, mint amit mondjuk 2021-ig megszokhattunk, és azok az ingatlanok kerülnek eladósorba, vagy azok kapják a legtöbb érdeklődést, ahol a tulajdonosok a már említett realitásfaktort is bekalkulálják az árazásba. Ugye az árazás az az egyik kulcsa a sikeres ingatlan értékesítésnek, tehát ahol mondjuk 10-20 millióval túlárazott egy ingatlan, ott minimális az esélye, hogy, hogy telefonhívást kapjon. És amit, ami még szerintem egy nagyon fontos tanulság az elmúlt egy évből, hogy nem zuhantak be az ingatlan Tehát sokan arra számítottak, hogy itt majd a 2008-as gazdasági válsággal pár párhuzamosan egy 20-25 százalékos ingatlan átcsökkenés lehet. De az nem azért volt, mert nagyon sok volt a kényszereladás? De pontosan ez a, lény ez a lényeg, hogy akkor nagyon sok tulajdonos rá volt kényszerítve az eladásra. Voltak ö, olyan várakozások még 2022. Júni júliusa után, amikor ugye az új rezsiszabályok ö, életbe léptek, hogy majd ez is egy ilyen kényszereladási hullámot indíthat, de szerencsére nem így alakult a történet, tehát nem ugrottak meg tömegesen a rezsiszámlák olyan mértékben, hogy már fenntarthatatlanná váljanak a, ezek az ingatlanok, ahol nagyon megugrik a rezsi, és ezért ez nem okozott egy ilyen nagy eladási hullámot, ami drasztikus átcsökkenéssel járna együtt. Viszont ugye van az a mondás, hogy soha, nem mondasz, hogy soha, mert azt látjuk, hogy most az árak stagnálnak, minimálisan csökkennek, néhány százalékos éves szinten, ami talán még a stagnálás kategóriába tartozik, de nem látjuk még a fényt az alagút végén. Tehát nem látjuk azt, hogy, hogy mi lesz az a pont, ami miatt majd ugrásszerűen megnőne a lakáspiaci kereslet. Olyan szintet elérve, mint amit mondjuk 2016 és 2021 között láttunk. De és az egy... realitás lenne, vagy ez nem egy lufi volt? Értem, hogy nektek az az érdeketek, hogy minél több ingatlat akarjanak eladni. Ez teljesen érthető. De hogy az, ami éves szinten most történik, és van egy ilyen nem túl pörgő, de, de működő ingatlanpiac, elketyegő ingatlanpiac, az mondjuk egy kis növekedéssel nem az volna a magyar realitás? Tehát nem, nem lehet az, hogy visszatértünk a realitás talajára? És most volt egy hype, nem akarom lufinak nevezni, mert igazából nem durrant ki, és azért az ingatlan befektetés az tényleg azért a viszonylag kockázatmentes kategóriába tartozik, de hogy, most szerintem ott vagyunk, hogy körülbelül normális, és nem az van, hogy zacskó pénzekkel járkálnak a kínai befektetők a második kerületbe, meg a hetedik kerületbe, és nem lehet lakást venni, mert mindenki készpénzzel jár, és licitálnak, és ott helyben a vevők megpróbálják, megpróbálják egymást ellehetetleníteni, mert ilyen helyzet volt pár évvel ezelőtt mondjuk a Rumbak-Sebestyén Igen, ez a ez az egy-két év, mondjuk 2017-18 környékén, ez tényleg extrém volt. A lakáspiac, mondjuk a modernkori piacgazdaságunk 30 éves történetében ez. Ez egy viszonylag rövid epizód volt, de ez tényleg extrém helyzet volt, és valóban az lenne az ideális, hogyha egy kiszámítható néhány százalékos árnövekedés kalkulálható lenne az ingatlan piacon. De most még ez a néhány százalékos árnövekedés sem megalapozott, most inkább a stagnálás és a néhány százalékos átcsökkenés kategóriájában vagyunk, ami ugye azért izgalmas, mert meddig fog ezt tartani? Ez véget ér majd vajon 2024-ben? vagy lehet, hogy 2030-ig ez lesz a helyzet. Tehát ez az, amit nem látunk pontosan, ez nyilván nagyon sok egyéb tényezőnek a, a, a függvénye, tehát például a geopolitikai helyzet, az energiaára energiaárak helyzet, az infláció alakulása, és ezeket még azért szerintem elég kevesen vannak az egész világon, akik így nagy magabiztossággal tudnák mondani, hogy, hogy ez lesz az irány. Ha már energiárak és a rezsi, mennyire látjátok ti azt, hogy a nagy méretű, nagy alapterületű lakások, illetve a családi házaknak csökkente a négyzetméter ára, illetve csökkente irántuk a kereslet, és mondjuk nőtte azokja a lakásoké, amiknek az energetikai befosolása lényegesen jobb. Tehát megfigyeltő volt-e tavaly nyár után, hogy ez, ami addig nem volt olyan kifejezetten fontos szempont, tehát az energetikai veszerzés egy adásvételnél olyan volt, mint pupa hátán az eladónak és a vevőnek egyaránt, Fontossá válta az, hogy egy lakás energiatakarékos legyen, vagy legalábbis optimalizálható? Ez nagyot nem változott, tehát nem, a, nem, nem úgy kezdődik most egy ingatlan megtekintési, vagy egy folyamat, hogy ne, akkor kérem szépen az energiatonosítványt. Ez lehet, hogy majd nem, a Nem, de az, hogy a gázszámlát elkéri, az mondjuk realitás, nem? Ez abszolút realitás, sőt, mi azt vettük észre 2022 nyarán, amikor ugye fel, még kasként felbojdult a, a, a rezsi Költségek elszámolásával kapcsolatos rendszer, hogy a tulajdonosok a Chili ingatlan fotók mellé elkezdték feltöltögetni a villanyszámlát, a gázszámlát, igazolva azzal... Vagy hogy kírva ez... az éves fogyasztást, hogy ennyit szoktam én fogyasztani, ez még benne van a támogatott rezsibe. Így van. És, és erre nyilván mi nekünk is reagálnunk kellett, mert ez egy szintén egy extrém helyzet volt, és utána új paramétereket bevezetve már meg lehetett adni az éves fogyasztás mértékét, akár kereshető módon is, meg a energetikai besorolást is kereshetővé tettük. De az látszik, hogy ez fontos lett a vevőknek, de amikor az a kérdés, hogy vajon én meg tudom-e venni a 10-20 millióval drágább ingatlant, vagy most a újpiaci helyzet következtében jelentősen tudok alkudni azoknak az ingatlanok az árából, amik nem ennyire kedvező adottságúak, akkor sokan választják ezt az utat, mert ugye ez egy egyszerű nagy kiadás. Ha olcsóban tudok, akár 10-20 millió forinttal olcsóban tudok ingatlant vásárolni, majd akkor majd azt az évek során, tudom fejleszteni. Viszont ugye, ha most olcsóban tudok vásárolni, akkor nem kell annyi hitelt fölvenni.